levegővétel többször nehéz, a hangozene elmossa az előködés hangjait. Az arcok kipidulnak, de senki nem adja föl. A színpadon a magyar fitness egyik legismertebb személyisége, Rubik Réka diktálja a tempót. A sportcsarnok vezetésének nem először jött az ötlet egy olyan nap megszervezésére, mely sokféle mozgásformát kínál a testedzésre vágyóknak. Szervezéskor próbáltuk úgy összeállítani a programot, hogy egy lazább óra után mindig egy keményebb óra jöjjön. Ugye a Réka után most jön egy eszközös óra, egy gymstick. Előtte is egy ilyen kisebb, lazább zumbát táncoltak a lányok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a nap ez megfelelő volt arra, hogy nagyjából 150 embernek tudtunk örömet okozni. Réka miatt jöttünk természetesen, mert nagyon szeretjük, és főleg a pici nagyon nagy rajongója. Hát szerintem a gyerekek azt csinálják általában, amit a szülők mutatnak neki. Úgyhogy igen, én is úgy gondolom, hogy sportolni kell, hogy ők is ezt lássák, és majd ők is egészségesen éljenek. Egyrészt mozogni, másrészt a gyerekeket is lehozni, és szeretjük a Rékát. Én otthon szoktam tornázni, és akkor ezért jöttünk igazából. A kisfiam is szokta látni, hogy tornázok, de eddig még sosem állt be. Vagy hát oda mellém, és most volt először, hogy ő is elkezdett tornázni velem együtt, úgyhogy örültem neki. Ez lesz a 6. edzésem ezen a nap, mert ez a 6. edzés, és nagyon-nagyon jól rakták, azért jöhet ez így létre, mert nagyon jól összerakták a programot. Kardió és erősítő edzések váltják egymást, így van idő egy kicsit így felocsúdni az előző edzésből. Úgyhogy nagyon-nagyon jó a mai program. Időközben Réka is végzett a szaktanácsadással, de meg a rajongók száma is csökken, így hát arról tudunk beszélgetni, mekkora megterhelés neki egy-egy ilyen program. Egyre kevesebbet alszom, pont emiatt, hogy a 24 óra semmire nem elég, és hát nyilván nálam is van az, hogy testileg, lelkileg elfáradok, de aztán megszólal a zene. Itt vár egy fantasztikus csapat, és teljesen kicserélődnek az energiák. Ilyenkor újra erőre kapok, és ez ad egy újabb olyan lendületet, ami visz tovább. Férfiak, nők, fiatalok, idősebbek. Van, hogy 68, 70, 72 éves hölgyek tornáznak az órámon, és már ott vannak a 4, 5 és 7 éves gyerekek is. Csodálatos látni azt, hogy generációk nőttek fel a hangomra, a tornámra, és követik azt, amiben hiszek. Egy édesanya a legtöbbet azzal ad a gyerekével, ha mintát és példát mutat neki, ugyanis ez ha bele van építve a mindennapokba, és egy édesanya életébe a rendszeres sport, a mozgás szeretete, a mozgás öröme átjárja, és azonosul az édesanyja vele, ez beleég a gyereknek a retinájába. Tehát ez pont olyan, mint a fogmosás, a hajmosás, a tisztálkodás, a vasárnapi ebédnek az elkészítése. A gyerek azt másolja, amit a szülőtől lát, és ez a sportra is igaz. Ugye